Az időkép meleg, szélálló ruhát javasolt csütörtökre, de ugyanez ajánlott a következő napokra is. Ahogy a korábbi híradások ígérték, megérkezett a szibériai hideg, amely az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint tartós lesz. Éjszakánként mínusz 10 Celsius fok alá süllyed a hőmérséklet, helyenként akár a mínusz 20 fokot is elérheti. Ezért péntek délelőtt 10 órától életbe lép a vörös kódjelzés. Ez elsősorban ránk többlet feladatot a vörös kód nem ró, nyilván az, hogy a hajléktalanokat fogadjuk, de hát ezt fogadjuk és figyelünk rá. A vörös kódnak az a fontos eleme, hogy a többi intézményt is arra kéri, hogy fogadjanak rászorulókat. Na most ugye ebben a covidos helyzetben ez egy elég összetett probléma, mert hát az intézményeknek a vörös kód nem függeszti fel a intézmény elhagyás és az intézmény látogatási tilalmat. Tehát egy intézmény, amelyik nem a hajléktalan ellátással foglalkozik, az nem fogja most beengedni az egyébként hajléktalan embereket. Hát mi próbálunk nekik segíteni. A legfontosabb feladata továbbra is a hajléktalan ellátórendszernek van. Országosan 79, a fővárosban 73, Nyíregyházán pedig közel 100%-os a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a rendkívüli hidegre tekintettel arra kérte az utcán élőket, vegyék igénybe a szolgáltatásokat azért, hogy senki élete ne kerüljön veszélybe. Ez ugye a nappali melegedőt jelenti, a nappali melegedőben a népkonyhát, hogy mégis az étkezésük biztosítva legyen, és az éjjeli menedékhelyet, és ezt a ellátási típust veszük. Mi egyeztettünk ugye az utcai szolgálatot a Periféria Egyesület végzi Nyíregyházán, egyeztettünk a perifériásokkal, és ők is az utcán élőket irányítják nappal a Bukréta utcára, este pedig a Rákóczi utcára, és természetesen a rendőrséggel is egyeztettünk, mert ilyenkor a rendőrök is, tehát van egy ilyen együttműködés a hatóságokkal is, hogy ők is tudják, hogy nappal hova irányítsák az ellátottakat, és este pedig a Rákóczi utcára is fogadjuk az ellátottakat. Január közepén már érvényben volt 2 napig a vörös kód, akkor országosan 239 jelzés érkezett, és 114 embert helyeztek el intézményekben. Ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a diszpécser szolgálatok valamelyikét. Ezek a telefonszámok a www.hajlékod.hu oldalon érhetők el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Periféria Egyesülethez tartozik, őket a 42-es körzet 504-618-as telefonszámon lehet elérni.